ott maradsz. Ügyes kiskutya. Na mi van, kiskutyám? Szavaztok, üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk, Depivel ígértük, hogy lesz közös videó, mert mondtátok, hogy legyen a kutyával közös videó. Hát itt van Depi, ő egy Stafford Sírterrier keverék, lány, 6 éves, és amint látjátok, ennyire szeretjük a kutyuskát, és ő is engem szeret. Ő a legjobb barátom, ő a legjobb társ, és ő mindig örömmel és boldogsággal vár haza. Ő az én egyetlen olyan kutyuskám, akire mindig is vágytam, mindig is szerettem volna egy kutyát. És valóra vált az álmom, mert ő itt van, és tessék, tehát erről beszélek, hihetetlenül aranyos és kedves kutya. Nagyon sokat foglalkozom vele, nagyon sokat játszom vele, folyton dajkálom, folyton simogatom, és folyton beszélek hozzá, és becézgetem Depike. Kis huncutka, nagy előszeretettel szereti a faágat rágcsálni, meg a bútort nagyon rágcsálja. Eleinte, amikor ugye megkaptuk, picike volt, akkor szétrágta az ágyat, volt egy kedvenc párnája, azt is szétrágta, volt focilabdája, azt is szétrágta, úgyhogy sajnos nem lehetett ezzel mit kezdeni. Ő egy nagyon aranyos kutya. Barátságos, tehát nagyon hamar megbarátkozik emberekkel, bár annyira, hogyha úgy idegen és érzi, hogy nem úgy viszonyulnak hozzá, akkor az egy picit ő haragszik, de nem bánt senkit, tehát be van oltva, be van csippeltetve, engedélyezve, hogy legyen ebben a lakásban kutya. Gyerekként mindig is álmodoztam róla, hogy legyen, és végre valóra várt, és ezt ajándékba kaptam még jó pár évvel ezelőtt, tehát 6 éve van itt nálunk, karácsony előtt 2 héttel érkezett egy kis dobozban, kibújt, és onnantól kezdve egy nagy barátság alakult ki köztünk a kutyával. Higgyétek el nekem, hogy a legjobb dolog, hogyha van kutyád, és vigyázhatsz rá, és őrzi az álmaidat, és te is mindig őrzöd az ő álmát. Amint látjátok, most nagyon fülel, mert odakint autót szerelnek a szomszédok, és hallja a hangokat. Gyönyörű kutya, tehát én azért szeretem őt, mert egy gyönyörű, szép, fehér és ilyen kis barnás mintázata van. Azt kívánom mindenkinek, hogy vállaljon kutyát, de csak úgy vállaljon kutyát, hogyha felelősséget is tud vállalni, és a szeretetét átadja ennek a kutyának, vagy bármilyen kutyának, amit választanak. Tessék elmenni egy menhelyre, és nézzétek meg, hogy milyen kutyusok vannak, mert minden kutya várja, hogy gazdára találjon. Ő itt nagyon jól érzi magát, és amint látjátok, tök nyugodt és tök türelmesen végig itt fekszik mellettem. Amikor valóban elmegyek, kijön az ajtóba, sír, ahogy hazaérek, így tudja, hogy mikor jövök haza, pontosan tudja, hogy mikor kell hazaérnem, vagy pedig tudja, hogy mikor kell kivinni. 3 óránként van kivíve, reggel már folyamatosan jelzi, hogy szeretne kimenni, ugye, és akkor kiviszem Pisilk, aki ugye megcsinál mindent, van itt egy nagy udvar, régebben elvittem sétálni, tudja, hogy róla beszélek, mert ilyenkor néz rám, hogy most ez kinek is beszél, igaz, kiskutyám? Jaj, te olyan gyönyörű vagy. Hát te vagy az én kis kutyám, igaz? Jaj. Ennyi, gyerekek, én nagyon szeretem a kutyámat. Nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretem a lányokat. Hát ki ne szeretni a lányokat. Igaz, kiskutyám? És amint látjátok, tök nyugodtan elfekszik, el van. Tehát ő türelmesen végig hallgatja, hogy én itt beszélek, és videózgatom. És közben iszunk, nyerintünk egy kis kólát közben. Eleget téve azoknak, akik mondták, hogy legyen a kutyával közös. És van is. Ő most elfeküdt egy kicsit, így lustálkodik. Igaz, kiskutyám, lustálkodsz? Van egy kutyám, valóra vált az álmom. Ez lesz a videó címe. Ha szeretnétek még több videót a Depivel, ezzel a tüneményes kiskutyával látni, vagy szeretnétek, hogyha róla legyen több videó, akkor írjátok meg kommentbe. Amúgy van Instagramja, Depi Dogs, írjátok be Instagramra, a keresőbe, és kövessétek Depi kutyuskának az Instagramját. Rengeteg kép készül róla, és rengeteg videó fog készülni róla. Megpróbálok
olyan videókat készíteni, ami nektek fog tetszeni. Arra kérek mindenkit, hogy azért negatív kommenteket nem kérném, de igazából nem sok mindenki tud írni. Szeressétek az állatokat, mert ők azért vannak, hogy mi boldogak legyünk, és ők mindig velünk lesznek, még a síron is túl. Ha én távozom el előbb, még az messze van, tehát erről ne beszéljünk, de én szeretem őt. Olyan aranyos kutya, olyan mondom, hogy meghatódom, amikor ránézek, és elérzékenyül a kis szívem, mert olyan gyönyörű, és sokszor így látom, a Facebookon megosztják a képeket, meg a YouTube-on is vannak ilyen hülye videók, ahol állatokat bántanak, hogy szörnyű. Ő egy állat. Ő is ugyanúgy érez, ugyanúgy fáj neki, mint egy embernek. Ugyanúgy tud szeretni, mint mi. Ha te szereted az állatokat, szereted a kutyádat, a macskádat, vagy bármilyen házi állatodat, ő ugyanúgy fog téged szeretni. Ki fog melletted tartani, ő lesz az egyetlen olyan, aki kitart még akkor is melletted, ha már senki nincs vele, csak ő. Bármit elveszíthetünk, ő ott lesz. Ha nincs házad, nincs lakásod, ott van a kutyád melletted. Még akkor is ott lesz veled, ha te már nem leszel. Mert ők örök hűséget, még a halálon túl is megfogadják, hogy velünk vannak. A Jóisten azért teremtette a négy lábú állatokat, hogy az embereket vigyázzák. És hogy az emberek megtanulják azt, hogy kell bánni egy állattal. Olyan, mintha most én ő lennék, ő pedig én lenne. Tehát olyan, mintha én most valójában egy kutyusnak születtem volna, de hogyha születhetnék bármilyen állatnak, akkor lehet, hogy Depi lennék újra. És ilyen gyönyörű kutya lennék, ha ilyen sorsom lehetne kutyaként. Az embereknek is azt kívánom, hogy olyan sorsuk és olyan jó életük legyen, mint a kutyusoknak. És ha van kedvenced, akkor mindenképp. Tűz.